A medúzák elbűvölő tengeri állatok, amelyek kocsonyás testükről és éteri, sodródó mozgásukról ismertek. Ezek az ősi lények több százmillió éve léteznek, és a világ minden táján megtalálhatók az óceánokban, a felszíni vizektől a mély tengerekig. A medúzák egyszerű anatómiával rendelkeznek, nincs agyuk, szívük és csontjaik, testük főként harang alakú esernyőből és utólagos csápokból áll, ezek a csápok speciális sejtekkel, úgynevezett cnidocitákkal vannak felszerelve, amelyek szúrós nematocisztákat tartalmaznak, amelyek a zsákmány befogására és a ragadozók elrettentésére szolgálnak. Érzékeny megjelenésük ellenére a medúzák az emberek számára is fájdalmas csípéseket tudnak okozni. Kis halakkal, planktonokkal és más tengeri élőlényekkel táplálkoznak, amelyek döntő szerepet játszanak az óceán táplálékhálózatában. Egyes fajok Például a kockamedúza erősen mérgezőek és halálosak is lehetnek. A medúzák egyedülálló életciklusuk miatt is figyelemre méltóak, amely magában foglalja az ivartalan és ivaros szaporodási szakaszokat is szépségük, egyszerűségük és néha veszélyes természetük a medúzákat a tengerbiológia és óceánográfia lenyűgöző tárgyaivá teszik. A medúzák elbűvölő tengeri állatok amelyek kocsonyás testükről és éteri, sodródó mozgásukról ismertek. Jellyfish are mesmerizing marine animals known for their gelatinous bodies and ethereal, drifting movements. Ezek az ősi lények több száz millió éve léteznek, és a világ minden táján megtalálhatók az óceánokban, a felszíni vizektől a mély tengerekig. These ancient creatures have existed for hundreds of millions of years, and can be found in oceans all around the globe, from the surface waters to the deep sea. A medúzák egyszerű anatómiával rendelkeznek, nincs agyuk, szívük és csontjaik, testük főként harang alakú esernyőből és utólagos csápokból áll. Jellyfish have a simple anatomy, lacking a brain, heart, and bones, with their bodies consisting mainly of a bell-shaped umbrella and trailing tentacles. Ezek a csápok speciális sejtekkel, úgynevezett cnidocitákkal vannak felszerelve, amelyek szúrós nematocistákat tartalmaznak, Amelyek a zsákmány befogására és a ragadozók elrettentésére szolgálnak. These tentacles are equipped with specialized cells called nidocytes, which contain stinging nematocysts used to capture prey and deter predators. Érzékeny megjelenésük ellenére a medúzák az emberek számára is fájdalmas csípéseket tudnak okozni. Despite their delicate appearance, jellyfish can inflict painful stings on humans. Kis halakkal, planktonokkal és más tengeri élőlényekkel táplálkoznak, amelyek döntő szerepet játszanak az óceán táplálék hálózatában. They feed on small fish, plankton, and other marine organisms, playing a crucial role in the ocean's food web. Egyes fajok, például a kockamedúza, erősen mérgezőek és halálosak is lehetnek. Some species, Like the box jellyfish. Are highly venomous and can be deadly. A medúzák egyedülálló életciklusuk miatt is figyelemre méltóak, amely magában foglalja az ivartalan és ivaros szaporodási szakaszokat is. Jellyfish are also notable for their unique life cycle, which includes both asexual and sexual reproduction phases. Szépségük, egyszerűségük és néha veszélyes természetük a medúzákat a tengerbiológia és oceánografia lenyűgöző tárgyaivá teszik. Their beauty, simplicity, and sometimes dangerous nature make jellyfish a fascinating subject of marine biology. Oceanography. A medúzák elbűvölő tengeri állatok, amelyek kocsonyás testükről és éteri, sodródó mozgásukról ismertek. Ezek az ősi lények több száz millió éve léteznek, és a világ minden táján megtalálhatók az óceánokban, a felszíni vizektől a mély tengerekig. A medúzák egyszerű anatómiával rendelkeznek, nincs agyuk, szívük és csontjaik, testük főként harang alakú esernyőből és utólagos csápokból áll, ezek a csápok speciális sejtekkel, úgynevezett sznidocitákkal vannak felszerelve, amelyek szúrós nematocisztákat tartalmaznak amelyek a zsákmány befogására és a ragadozók elrettentésére szolgálnak. Érzékeny megjelenésük ellenére a medúzák az emberek számára is fájdalmas csípéseket tudnak okozni. Kis halakkal, planktonokkal és más tengeri élőlényekkel táplálkoznak, amelyek döntő szerepet játszanak az óceán táplálék hálózatában. Egyes fajok, például a kockamedúza, erősen mérgezőek és halálosak is lehetnek. A medúzák egyedülálló életciklusuk miatt is figyelemre méltóak, amely magában foglalja az ivartalan és ivaros szaporodási szakaszokat is szépségük, egyszerűségük és néha veszélyes természetük a medúzákat a tengerbiológia és óceánográfia lenyűgöző tárgyaivá teszik.